Török becse. Török becse városa a Tisza bal partján fekszik a középbánságban. Óbecse és Török becse középkori története elválaszthatatlan egymástól, ugyanis csak a 15. században kezdődött meg a Tisza két partján elterülő település különválási folyamata. Az írásos forrásokból arra következtethetünk, hogy a középkorban a két becse még egy település volt. 1848. október 13-án Jovanović vezetésével a szerbek megtámadták Törökbecsét. Csuha Antal alezredes és Rohonci Lipót százados katonái sikeresen feltartóztatták a támadókat, és miután Óbecséről megérkezett az erősítés, szétverték és megfutamították őket. A csatában elesett honvédek és nemzetőrök sírja fölé 1904-ben emlékművet állítottak a törökbecsei polgárok, mely máig eredeti helyén háborítatlanul hirdeti a hősök áldozatkészségét. Délvidéken ez az egyetlen 1848-49-es emlékmű, melyet az első világháború után nem romboltak le. Én nem tudok még egy ilyen emlékművet, ami régi időkből megmaradt volna eredeti helyén. Van ugyan Bács-Kossuth falván, az Bácskában van egy Kossuth szobor, de azt is úgy rejtegették évtizedeken keresztül, hogy ne olvasszák be, ne semmisítsék meg, és aztán a 1990-es évek második felében akkor állították vissza az eredeti helyére. De ezt nem rejtegették, ez itt volt a temetőben. Biztos azt hitték, hogy ez valami síremlék, aztán megmaradhatott. Az 1904-ben emelt Hungária szobor alkotója Horvai János volt. Gróf Leiningen Westenburg Károly hesseni származású honvéd tábornok, később aradi vértanú, aki felesége révén törökbecsei nagybirtokos lett, később pedig önként jelentkezett a szerbek ellen vívott hadjáratra. 1949-ben Aradon új hazája szabadságának kivívásáért, mint vértanú, hősi halált szenvedett. Mellszobrát 2009-ben avatták fel törökbecsém. Törökbecsének másik látványossága a 976 hektáron eltenülő sóskopó. Az időszakosan kiszáradó szikes tó, illetve mocsár a Tisza egyik ősi medelágában alakult ki, évszázadok óta jelentős madárpihenő és táplálkozó hely. Mivel Európában egyre inkább tűnnek el a sóstavak, ezért a sóskopó és környéke mind nagyobb jelentőséggel bír, és ma már különlegességnek számít. Lesz.